Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Nem véletlenül került úgy meghirdetve ez a műsor, hogy extra kiadás, hiszen hamarosan egy filmbemutatóra is sor kerül itt a Fehérvár televízióban. Láthatják az elkövetkező fél órán belül Bórján Zsigmond negyedik filmét, ami a Fehéredő múlt című sorozatnak a negyedik darabja lesz. Ezzel kapcsolatban köszöntelek itt sok szeretettel a stúdiónkban. Szervusz, Zsiga! Szervusz. Talán elnézik a nézők, hogy Zsigának hívlak, hiszen itt a kollégák egymás között így szólítanak téged, illetve így szoktunk emlegetni. És hát ugye rendezőként jegyzed ezt a filmet, ami egy trilógiának indult, tulajdonképpen ezt elmondhatjuk. Igen, ez a Fehéredő múlt című trilógiának, hát a negyedik része, ez nagyon furcsán hangzik, amikor a Gyulával, Siklósi Gyula régész professzorral elkezdtünk dolgozni, akkor ugye az első rész az róla szólt félig meddig, mert az egy portréfilmnek indult. És akkor Gyula mondta azt, hogy itt ezt hagyjuk abba, mert inkább a városról, a város történelméről szóljon, hiszen az a legfontosabb. Szóval Gyuláról ugye azt kellett tudni, aki nem ismerte, én szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki nem ismerte őt, hogy több mint 34 évig ásta, kutatta Fehérvárt, és nagyon sok olyan gondolatot tudott magában felhalmozni, amit gyakorlatilag kialakult neki egy képe, mégpedig ez a kép arról szólt, hogy ez volt a magyarság esetében az egyik, ha nem a legfontosabb város, de egészen már az Árpád-kortól. És ugyanaztán jött a második rész, és a harmadik rész, gyakorlatilag a trilógia egészen a rendszerváltásig, változtatásig kísérte a városnak végig a történelmét, és ott be is fejeztük. Mert hiszen eljutottunk valahonnan, valahová, és akkor ott befejeztük. És akkor történt egy olyan a város életében, hogy... Hát egy tragédia. Hát még a Gyula halála előtt, hogy olyan gondolatok kerültek napvilágra, melyek mind a városnak a történelmét, és mind a Gyula bácsi munkásságának az eredményeit erősen megkérdőjelezték. Most itt most nagyon finoman fogalmaztam. És a Gyula volt, aki azt mondta, hogy ő neki már nem lesz annyi ideje, hogy egy könyvet írjon erre, amit mindent megpróbált cáfolni, hanem akkor ugyanúgy, ahogy már ez többször bevált, csináljunk egy filmet. És akkor elkezdtünk ezen közösen gondolkodni, és a dr. Cserpalkovics András mellénk állt, engedélyezte, csak a munkában odáig jutottunk el, hogy az első forgatási napot nem tudta Gyula megírni, mert itt hagyta a városát, és itt hagyott minket is. És akkor ott voltam, hogy akkor mi legyen, és azt mondtam, hogy akkor menni kell tovább kell csinálni, hát ezt nem lehet abba hagyni. És akkor elkezdtünk egy nagyon komoly munkának, ami egyébként folyamatosan változott. Többször kellett az időpontot módosítani, a módosított időpontot is módosít, mármint a határidőre gondolok. Hát ahogy gondolom, változtak az eredmények. Közben ugye volt egy alapvető koncepció, de azt elkezdődött a bazilika, és a bazilika környékén egy nagyon komoly régészeti feltárás. Az első részét azt még a Kulcsár Mihály kezdte, majd utána az egészet átvette ásatásvezető régészként Rejsz Szabina, és ahogy mennek végig a nyugatról keletre, tehát a bazilika és a városház közötti részre gondolok, egyre meglepőbb és megdöbbentőbb hanem épületmaradványok kerülnek elő. Mi ezt a Romhányi Ádám operatőr kollégámmal rendszeresen jártunk oda, felvételeket készíteni, drónfelvételt, rendes földről elkészített felvételeket kamerával, és
Hát nem tudtuk, hogy ebből mi lesz. És az, hogy végül is mi lett belőle, az is ugye, a Gyulát kell, hogy idézzem. Egyszer az egyik filmben, azt hiszem, hogy jól emlékszem a legelsőbe, azt mondta a Gyula, hogy egy ásatás nem akkor fejeződik be, amikor visszatemetjük a gödröt, hanem akkor, amikor azt, amit megfigyeltünk, vagy be tudjuk illeszteni az addigi koncepciónkba, és az azt megerősíti, vagy mondjuk homlok egyenesen más eredményt hoz, és akkor nagy gond van, mert akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy amit idáig állítottunk, az vajon igaz-e? Valószínűleg, hogy nem, mert ez ugye az ásatás pont az ellenkezőt igazolja. És így január elején tudtuk a Szabinával elkészíteni azt az interjút, ami már egy bizonyos területről beszélt, nem általánosan magáról, erről a dombról, ami ott van ez a domb, de azon belül is egy szűkebb területről, ahol hát tulajdonképpen azt tudtak konzekvenciákkal levonni Reik Szabina, hogy nagy valószínűséggel a fejedelmi később királyi palotának az alapjait találják meg. Ezt erősítette meg aztán Bartos György művészettörténész, és az egész filmnek ez volt a felépítése, hogy Fehérvárnak az igazi helyzetét mutassa meg az Árpád korban. Ami valóban volt, és valóban az volt, hogy ez volt a legfontosabb város. Ez ugye nagyon sokáig föl sem merült, hogy nem ez volt a legfontosabb város, egy kicsit visszautaljak a beszélgetésünk elejére, ami elindította ezt a negyedik sorozatot. Hát én ennek most utána néztem, hogy gyakorlatilag a 70-es évek közepétől már egy Fehérváron élő művészettörténész már elkezdte ezt a folyamatot, hogy itt tulajdonképpen az Árpádkorban nem volt semmi. Tehát nem volt fejedelmi központ, nem volt fejedelmi vár, nem volt királyi vár, nem volt királyi palota, nem volt gyakorlatilag semmi. És ez erősödik föl, és jutunk el oda, hogy ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt ugye annyira felerősödtek ezek a folyamatok, hogy ezt tudományosan alátámasztva kijelenti valaki, hogy igen, itt valóban nem volt, nem létezett a fejedelmi központ, nem létezett a királyi vár. Na most ugye ennek a nem létező dolognak a nagy valószínűséggel, nagyon nagy valószínűséggel megtalálják a maradványait, az alapjait. És ugye az is célom volt, hogy a Gyulára is emlékezzünk. Nem véletlenül a bemutatót az február 16-ára terveztem, a Gyula halálának a második évfordulójára, és hogy úgy kellett ezt felépíteni, hogy benne legyen a Gyulának a szellemisége is, benne legyenek az új feltárási adatok, visszaemlékezzünk a Gyulára, Siklósi Gyula régész. Igen, Siklósi Gyula, aki a városkutató régész volt, és ugye a másik Gyula, Fülöp Gyula kezdi a filmet, hogy ő emlékezik vissza rá, és elmondja, hogy ő mindent nagyon alaposan megvizsgált, és valamit ő kijelentett, akkor azt azért jelentette ki, mert azt tudta, hogy nagyon-nagyon nagy valószínűség szerint az úgy van, nem a levegőbe beszélt. Akkor Bicó Piroska elmondja, hogy egyáltalán mi a régészetnek a lényege, nagyon szépen fölvezeti magát a régész, beszél a régészetről, hogy tényleg meg tudja az átlag ember, még ugyan jó magam is, hogy mi a régészet. És utána elkezd rátérni, hogy ebben a régészetben Gyulának hol volt a helye, és utána bejön egy dr. Szabados György nevű történész, aki megdöbbentő dolgokat mond, egészen onnantól kezdve, hogy az István miért arra lapos helyre építi az első leges épületét, a saját kápolnáját, illetve bazilikáját, és miért nem föl a dombra? Hát nagy valószínűség szerint, mert a dombon már állt valami, az már foglalt volt, mégpedig az apjának a négykarjós temploma, az apjának a palotája,
És akkor így megyünk tovább, és akkor ugye Bartos Gyuri is nagyon megerősíti ezt a vonalat. Akkor az, hogy a város mennyire fontos volt, bejön a képbe Szőlősi Csilla, ugye Rejk Szabina és Szőlősi Csilla, ők már az új, fiatal, úgymond feltörekvő régész nemzedé. Bízom benne, hogy nagyon sokáig tudják még kutatni ezt a várost, én azt gondolom, hogy van mit. Ugye ő meg azt állítja, hogy nagy valószínűséggel már a tatárjárás előtt a városnak a külső részét elkezdik falakkal körbevenni. Ez még nagyon kirívó, tehát alig volt ilyen Európában. Nem volt divat abban a korban, a 10.-11. században. És azt gondolom, hogy így összeáll egy olyan kép, ami egyszer összeáll a városról, és összeáll a Gyuláról, és egy méltó módon tudunk a Gyuláról megemlékezni, és ezek az új dolgok, amik nagyon fontos dolgok, én azt gondolom, visszakapott a város a kutatók révén, a város a történelmből, visszakapta azt gondolom, hogy az Árpád-kori történelmét. Na igen, szóval, hogy valahogy az elindul, és mondom, ez a 70-es évek közepe, és hogy kifut odáig, hogy itt nem volt semmi. Esztergom város honlapját megnézzük, mind a mai napig az van odaírva, hogy Szent Istvánt vagy 1000-ben, vagy 1001-ben Esztergomban koronázzák. Ez hivatalosan városi honlapon, ez fönt van. Így van, fönt. És az azért az érdekes. Hát ez érdekes. Hogy tehették ezt így föl, ilyen formában? Hát igen, szóval erre vetít rá a Szabados György a filmben, hogy ennek mi lehetett a háttere. Ennek egy tévedés lehetett a háttere, de ő teljesen, és nem is akarom itt most az ő kenyerét elvenni, mert nem az a lényeg, amit én mondok, hanem az, amit ő állít a filmben, hogy gyönyörűen szépen, kristálytisztán levezeti, hogy semmiféleképpen nem lehetett, hogy Istvánt Esztergomban koronázzák. Hát tulajdonképpen valamelyest elmondtam a filmnek a lényegét, de remélem, hogy azért nem lőttem le az összes poént, de remélem, hogy sikerült fölcsigázni az érdeklődést vele. Az, hogy mondjuk sokan tudják, hogy te milyen szoros és jó baráti, bensőséges kapcsolatban voltál mondjuk a Siklósi Gyula régész professzorral, az könnyítette vagy nehezítette a munkát? Hogy érezted? Én azt gondolom, hogy nehezítette. Nehezebb tárgyilagosan nézni, nem? Tehát, hogy az ember azért érzelmileg... Igen, szóval, de nem tudtam levetni az érzelmeket, nem is akartam, de nagyon sokszor ezek az érzelmek azért gátolták a munkát. Tehát nehezemre esett mondjuk megnézni és kiszedni a nagyon régen a Gyulával fővett beszélgetésekből olyan mondatokat, amik az ő saját magának a hitvallása. És az nem volt nekem egyszerű. Aztán az is sem volt egyszerű, ugye, mert rengeteg forgatási nap volt. Nem egész napok, de 25 alkalommal mentünk ki a Bazilikához forgatni, vagy az interjúkat elkészíteni, vagy Budapestre, ahol a Gyulának a hagyadéka van a Magyar Tudományos Akadémiának a Régészeti Intézetébe, oda is eljutottunk, ott is forgattunk. És ott állt ez a hatalmas mennyiségű nyersanyag, és akkor azon gondolkodtam, hogy ebből nem tudom, hogy lesz valami. És aztán utána valahogy elindult a dolog. És akkor utána Ternák Ferenccel, akivel vágtuk, hát azt hiszem, olyan 16 napig dolgoztunk. De az csak az a munka volt, amit a vágó szobába töltöttünk. Hát előtte nekem még jóval több munka volt, hogy egyáltalán valami... Szkriptelés, gondolom, meg ugye egyáltalán összeállítani, hogy miután mi következzen, tehát van. Azért az borzasztó. A sorrend, az is nagyon fontos volt. Akkor rengeteg képünk volt, és rengeteg képet fölraktunk a filmre.
És amikor úgy gondoltuk, hogy készen vagyunk, akkor rájöttünk arra, hogy ez így nem működik, és elkezdtük levenni a képet. Mert a túl sok információt, az képtelenek volt, szerintem bárki. Tehát mi, aki előtte dolgoztunk, felé végignéztük, és azt mondta, ez így nem jó. Mondom, akkor kezdjük el visszabontani, amit már egyszer fölépítettünk. Hogy legyenek olyan pillanatok, legyen olyan kifutás, amikor az emberek föl tudják fogni. Mert ez nagyon fontos, hogy föl is tudják fogni, egyszer tudatilag, egyszer pedig a lelkükben is, hogy igen, ez a város, ez az volt. Igen, ez a város, ez az volt. Amit nagyon sokan hittek is, és amit a Gyula állított. Hát igen, ugye mindig azt állította, hogy hát csak gondoljunk bele, hogy milyen fontos, nagy Európa szerte nagy elismertségű város lehetett az, ahol egy ekkora bazilika állt, mint ami annak idején lehetett ugye a Szent István által építetett bazilika, illetve ahol ilyen fontos utak vonultak el, és ilyen fontos dolgok voltak, tehát hogy ő mindig azt állította, hogyha visszagondolok a beszélgetésekre, amit vele zajlottak, vagy vele készültek, hogy ugye ez európai szinten meghatározó pont lehetett Székesfehérvár. Igen, ez, én is, de ugye ez mi az első három filmünkben a Gyula ezt ki is mondja, de itt azért azt gondolom, hogy ez jó, nagyon kellett, hogy ez a film megszülessen, mert egyrészt az régészeti feltárások, és a történész, a művészet történész, a másik régész és a harmadik régész összerakom, amit ők mondanak, akkor ez tökéletesen ez bizonyítja. Mm. És nyilván a Gyula nem tudott ásatásokat folytatni azon a részen, ahol a Szabina, nem tudott azokon a részeken sem, ahol a Szőlősi Csilla, mellette igen, de neki volt egy elképzelése, de az igazi bizonyítékok azok most jönnek elő. Tehát az ő elképzeléseit gyakorlatilag most az utókor támasztotta tudományosan alá. Én azt gondolom, hogy igen, és még nagyon, ahogy én tudom, 2022-től a Géza fejlelem teret is elkezdik megkutatni a Szabináék, és ott is még biztos vagyok benne, hogy komoly meglepetéseket fog ez a város a múltjával még okozni. Tehát minden arra mutat, hogy igenis ez volt a legfontosabb város. Én köszönöm szépen, hogy ízelítőt adtál, és hát azt hiszem, hogy egy részletes háttérinformációval láttuk el most már talán a nézőket is. Hát én azt gondolom, hogy igen, de azért ez, amit én mondtam, nem ez a lényeg, hanem maga a film, ahogy az adja a városnak a múltját. Én gratulálok neked ehhez a filmhez, és hát a nézőknek meg szerintem nincs más dolgunk, mint hogy jó szórakozást kívánjuk az elkövetkező bő 70 perchez. Nem, ha egy óra, 50, egy óra. Akkor az elkövetkező egy órához köszönöm szépen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és akkor jöjjön az oly sokat emlegetett film. Kellemes időtöltést kívánunk hozzá.